2012 óta minden év novemberében itt a Szolnoki úton a fogolytábor emléktáblájánál emlékeznek mindazokra, akiket a szovjet laktanyában fogva tartottak. Cegléden 1944 novemberétől 45 végéig működött fogolytábor, mintegy 200 ezren töltöttek itt hosszabb, rövidebb időt. A foglyokat olykor kiszámíthatatlan indokkal a Szovjetunióba szállították, vagy hazaengedték őket, mintegy 5000-en azonban itt a ceglédi táborban haltak meg az embertelen, siralmas körülmények miatt. Legtöbbjüket jeltelen tömegsírokba temették el. A fogvatartottak emléktáblájánál az önkormányzat, a Kossuth Múzeum, a Múzeumbaráti Kör, valamint a Vitézi Rend tagjai helyezték el a tiszteletvirágait.